A köszönet a Knorr-Bremse fékrendszerek Kft-nek szólt. A cég támogatásának köszönhetően ugyanis az Arany János Általános Iskola felsősei után három alsó tagozatos osztály is interaktív táblákkal és projektorokkal gazdagodott. Nagy öröm ért bennünket itt a Kecskeméti Széchenyvárosi Arany János Általános Iskolában, hiszen már második alkalommal tudtunk pályázni a Knorr-Bremse fékrendszer Kft. Önkéntessék a felelősségvállalás jegyében című pályázatára. Az elmúlt tanévben kültéri pályára pályáztunk, ebben a tanévben pedig korszerű három darab interaktív táblát tudtunk nyerni a gyermekek számára. Nagy a boldogság a gyerekeknél, a kollégák pedig nagyszerű ötleteket tudnak kidolgozni az interaktív tábla használata közben. A korszerű oktatási technika és a hozzá kapcsolódó alkalmazások nagyban megkönnyítik a pedagógusok munkáját, hiszen interaktív kapcsolat alakul ki a tanító és a gyerekek között. Az az egyik nagy előnye a pedagógusok szemszögéből, hogy sokkal jobban megkönnyíti a mostani munkánkat, mint korábban, hiszen nagyon sok lehetőség van az internet kapcsolat segítségével, amit felhasználunk, és az előre legyártott feladatsorokat tudjuk ugye kivetíteni, használni, bármikor bele tudunk írni tollal, amit azonnal el tudunk menteni, hiszen a számítógéppel van összeköttetésben ez a rendszer, és hogyha már lementettük, akkor onnantól kezdve bármikor újra nyithatjuk, újra használhatjuk bármelyik osztályban. A korszerű oktatási technika elengedhetetlen a mai tanításban. Az internet kapcsolattal rendelkező interaktív tábla pont úgy működik, akár egy okostelefon vagy egy tablet, így a gyerekek könnyedén elsajátíthatják annak használatát. Ezt mindhárom osztályban be is mutatták az ünnepélyes átadó alkalmából. Azért szeretem, mert olyan jó rajta játszani, meg minden. Meg az osztály is örül érte, hogy megkaptuk. És még azért is, mert hogy okoskodhatunk benne. Az Arany János Általános Iskola 31 tanulócsoportja a mai naptól 15 interaktív táblával rendelkezik, de a fejlesztés nem áll meg, ugyanis az intézménynek jelenleg is 7 pályázata vár elbírálásra.